Érkezőben vagyunk Szolnokra, Németh Attilához, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom helyi országgyűlési képviselőjelöltjéhez. Fiatal srác, és nagyon jól ismeri itt a környéket, úgyhogy azzal kezdjük a napot, hogy megnézzük a környékbéli települések egyikét, másikát. Lesz itt bőven érdekesség, persze magát a várost is. Üdvözlöm Önöket, Németh Attila vagyok. Itt állunk a szolnoki Tiszaszálónál. Nemzeti kincs, ami lassan nincs. Mi rengetegen károsultjai vagyunk a szolnoki Tiszaszálónak, ezért mi azt szeretnénk, hogy az állam vállaljon megtépázottsága ellen is felelősséget, hisz a közjóért felelnie kell az államnak. Erre a játszótérre viszont ráférne egy kis felújítás. Mint egy Csernobilban lennénk, vagy nem is tudom mi ez. A munkanélküliség miatt elhagyták a települést. Mennyi lehet itt egy embernek a nyugdíja? Nettó maximum 50-60 ezer forint. Uramisten! ...1914-től 2007-ig üzemelt Szolnok egyik legnagyobb munkaadója, a szolnoki cukorgyár. Több ezer embernek adott munkalehetőséget, illetve biztos megélhetést. És ez a biztos megélhetés, ugye tudjuk mennyi lenne ma? Minimum 250 ezer forint nettó összeg.